Köszöntöm a stúdióban vendégem, meg dr. Ihász Judit bőrgyógyászt, akivel elmerülünk a megszokott témába. Üdvözlöm, doktornő, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a TV képernyője előtt ülőket, vagy esetleg az internet előtt, nem tudom, TikTok előtt ülőket, úgyhogy fontos dolgokról kell, hogy szó essen, mert sajnos a bőrrák gyakorisága az nő. Ez lett volna az első kérdésem, hogy mi a tapasztalat, hogy tudatosabbak vagyunk, vagy több a probléma? Sajnos nem vagyunk tudatosak. Egy ilyen társadalmi elbutulás van, ha én ilyet kiejthetek a számon, mert szoláriumba járunk, talán ma már kevesebbet, úgy látom. Ugyanakkor 3 hetente megyünk a műkörmöt igazítatni, és bedugjuk az UV-fénybe, és hát az UV-ről tudjuk, hogy rákkeltő hatása van. Ugye a napfény spektrumában az UVA, UVB, UVC, és a kimondottan a 320-290 nanométer közötti UVB, ami rákeltő, de már a 400-320 nanométer közötti UVA-ról is kimutatták, és annak meg kimondottan bőröregítő, ráncosító hatása van. De éppen a múlt héten voltam egy hetet nyaralni Törökországban, és elkeseredve láttam, hogy délben fiatalok, tehát nem az idősek, ez a 18 és 25 év között fekszünk a napon, és hogy mindenhol barnák legyünk. És délben hirdetjük, nem tudom, még több műsor kellene, ami a napozás ártalmaira hívja fel a figyelmet, a fényvédők használatára, tehát nem tudatosan használják, mert a médiában az van, hogy barna legyél, szép legyél, és akkor vagy sikeres. Úgyhogy hogyan tudunk védekezni ebben az időszakban? Most ezért elég kemény a nyára, hogy így beköszöntött. Nagyon kemény, tehát nagyon kemény. Nagyon fontos tényleg a fényvédelem. A kisgyerek, akit nem tudsz berakni a 4 fal közé, léteznek UV-szűrő pólók, UV-szűrő sapkák, és 6 hónapos kortól javasoljuk a fényvédőket, vannak kimondottan babákra kifejlesztett fényvédők, akkor van kifejlesztett fényvédő, ami a bőrdaganatos betegeknek javasoljuk, 100 faktoros fényvédő, tehát 100-szoros erítéma dózis véd ki, ez azt jelenti ez a faktorszám. Akinek nagyon-nagyon sok anyajegye van, szintén javasoljuk. Idefelé jövet láttam ma délben, sapka nélkül fut az illető. Szemüveg van rajta, tehát a szemét védi. Egy póló is van rajta, de kopasz. És hát igenis, hogy vegyen fel sapkát, és kenje be az arcát is fényvédővel, de nem valószínű, hogy ezek tudatosan bekenik magukat. Én leszólítok embereket, hogy ezt így nem szabad, úgyhogy szörnyű ember vagyok. A fodrásznak mondom, hogy annyira ne nyírja fel a fejét a fiúknak, akiknek sok anyajegye van, mert a hajnak is van fényvédő hatása. Éppen most ez irányba folynak kutatások, hogy elvesztettük a szőrünket ugye az evolúció során, és hogy jött a barna szín, tehát, és nagyon érdekes, hogy ugye a melanin pigment, tehát az pont a keratinociták, tehát a hámsejtek, sejt magja fölött helyezkedik el sapkaszerűen, ahol a DNS örökítőanyag van, tehát ami osztódik és rossz irányú osztódás tud lenni, és hogy ugye Afrikában van ugye a legtöbb pigmentált ember, de nagyon érdekes a magas hegységek, tehát a Himalájában is ugye sötétbőr és nem a fehérbőr dominál. És hogy tulajdonképpen ez azért van, hogy védje a szervezetet, és hát a fehérbőrű ember, aki barnább akar lenni, tehát fokozódik a melanin termelés, a sejtek osztódnak, és hát nagyon érdekes, bonyolult, összetett dolog, de hát most ezt kutatják, hogy most tulajdonképpen hogy függ össze a melanin, az endorfin felszabadulás, mert ugye valaki azt mondja, hogy hát őt nagyon megnyugtatja a napozás, és nagyon jó neki, és szükség van a napra, tehát a napfény él
éltető erejére, hát a fotoszintézishez is az kell, hogy a növények éljenek, és mi ugye a körforgás meg legyen, mi pedig táplálkozunk ugye belőlük, tehát nagyon fontos, de ez az őrült túlzásba vitt napozás, tehát ez nem egészséges senkinek. Mi a helyzet azokkal, akiknek mondjuk tetoválása van, vagy mondjuk most nagyon népszerűek a különböző kozmetikai beavatkozások, ők jobban ki vannak téve a veszélynek? Na most ilyenkor nyáron én nem javaslok ilyen kozmetikai beavatkozásokat. Uh-huh. Egyrészt tűzszúrással járnak, és hogyha bemegy másnap a közös vízbe, stb., tehát fertőzés veszély óriási. Én most lehet, hogy megköveznek, én nem szeretem a tetoválást nagyon. Japánban például tetovált embereket közös fürdőbe nem engednek be. A kis tetoválás leragasztására ott a fürdő előtt van ilyen kis tapaszok, de hát ugye egy egész kart nem lehet leragasztani. Na most a tetoválással nekem az a nagy bajom, hogy beletetoválnak anyajegyekbe. És magát a festékanyagot, a szervezet, a keringésünk elviszik a belső szerveinkben is. Tehát patológusok mondják, hogy az agyba, a vesében igen találkoznak pigmenttel. És nagyon nehéz tehát megmondani, hogy most ez megindult a tetoválás, vagy az anyajegybe tetováltak, és az kezd el rendetlenkedni. Nekem is volt olyan esetem, hogy az illetőnek a bal combján volt egy hatalmas Madonna, a Madonnának vörös szája, fekete kontúrral, és a festék kezdett lefolyni. Na most Photofinder készülékemmel se tudtuk eldönteni, hogy ez egy endogén pigment, tehát egy melanocitából eredő, vagy egy exogén, tehát valami miatt elkezdett mozogni ez a szervezetben lévő festék. Ráadásul a hölgynek a comb tövébe egy nyirokcsomó megnagyobbodott. Na most akkor döntsük el, ultrahang. Úgyhogy kioperáltam, hál' Istennek velünk voltak az égiek, és csak festék volt, tehát nem volt melanoma, de a bőrgyászati folyóiratokban ilyen esetismertetések sajnos vannak, de most megint a tetoválás az akkora divat, hogy nagyon. Hogyan tudunk a fényvédők világában eligazodni, hogyan tudunk jót választani, mert azért elég összetett a helyzet sokban, és hát árban is hatalmas különbségek vannak. Igen. Hát én azokat preferálom, megmondom, akik komoly laborháttérrel rendelkeznek, ott komoly kutatások is vannak, voltam én külföldön ilyen laborban, és többféle van, tehát van gyerekekre kifejlesztett, ez már marketing, tehát van szájra kifejlesztett. Azt szoktam javasolni, hogy reggel, akinek nem problémás a bőre, az 50 faktorossal kenje magát, akinek bőr problémái vannak, az a 100 faktoros, mert már hál' Istennek kapható. Nálunk USA-ban van 70 faktoros fényvédő is. Tehát lényeg az, hogy ezek azért zsíros alapúak. Van olyan, ami kimondottan vízbiztos gyerekeknek, hogyha ugye pancsolnak a Balatonba, tengerben, hogy ott maradjon a fényvédő, de akkor is azokat azért nem elég, hogy reggel bekened és estig rajta van. És létezik olyan fényvédő, ami vizes alapú spré. Azt szoktam mondani, hogy reggel bekeni magát ugye az 50 faktorossal, és elmegy város nézni, külföldön van kirándul, tűz a nap. És ez a vízes alapú spré fel van öltözve, mint ön, tehát nem szívesen ken magára ilyen zsíros kencét, ezzel a vízes alapú sprével befújja, a víz párolog hűt, ugyanak az 50 faktoros fényvédelem ott marad. Nem akarok márkát mondani, mert az itt reklámnak számítana, és egyik céget sem akarom reklámozni, de tehát ilyen létezik már a patikákban. Mi a helyzet a barnító krémekkel? Hát az első barnító krémeket a dió levélből, meg dióból vonták ki. Az a helyzet, hogy ahogy kopnak le ilyen szürkés, barnás, hát nem egészen
esztétikus kinézetet ad a bőrnek. Ma már kevesebbel találkozom, tehát kevésbé használják a hölgyek, vagy legalábbis akik hozzám kerülnek. Úgyhogy nem tudok róla, tehát, hogy az bántaná melanocitákat, tehát ezt nem mondom, de esztétikailag a második, harmadik nap után kezd el kapni, hát az nem szép. Mik a leggyakoribb problémák, amikkel megkeresik a doktornőt, mondjuk most ebben az időszakban, de úgy általánosságban is? Hát, mivel onkológus is vagyok, tehát nagyon sok anyajegy problémával, anyajegy szűréssel, tehát itt van tudatosság, tehát jönnek, hál' Istennek, szűrésre a paciensek, és fotodokumentáljuk, tehát van, akinek 10 fotója is van az évek során, és össze lehet hasonlítani, hogy változik, úgyhogy ez jó, ennek nagyon örülök. Most nyáron rengeteg rovarcsípés van, tehát nagyon csúnya rovarcsípések. Ugye hát a növényvédőszerek, a rovarírtók, tehát ugye az ellenálló fajok maradnak ugye életben, és aztán azok dolgoznak keményen. Akkor nagyon fontos, ugye a természetes vizeink most felmelegedtek. Ugye a Velencei tóra azt mondták, hogy 30 fokos volt. Na most ezekben a meleg vizekben vannak algák, tehát növényi részek, és a növényekben lévő anyagok és a napfény együttesen egy gyulladásos reakciót, fotoallergiás, fotokontakt, meg még más neve is van, vált ki a bőrön, viszket, kiütések vannak, tehát nagyon fontos, hogyha kijövünk a Balatonból, mondjuk, vagy a Velencei tóból, tusoljunk le. Tehát ne száradjon meg a bőrünkön a tónak a vize. Tehát ez rendkívül fontos. Úgyhogy több ilyen esetem volt, vagy kertben füvet nyírt, kertészkedett, frissen levágott, fűbe hempergő gyerekek, szóval ez most ilyenkor nyári időszakban ez nagyon fontos. Általában az ekcémák nyáron jobbak szoktak lenni, a pikkelysömör is. Télen főképp tehát azzal jönnek. Hát aztán van egy csomó pattanásos korkép, aztán ilyenkor a mezitlábazástól jönnek a szemölcsök, a talpi szemölcsök, úgyhogy ezek ilyen nagyon gyakoriak, és hát jönnek, tehát tegnap is valaki Bécsben él, és őt két bazaliomát fedeztem fel a homlokán, úgyhogy, és azokat el kell távolítani, vagy van egyfajta kenőcsös kezelés, amivel lehet kezelni műtét nélkül a felületes bőrdaganatot. Visszatérve még az anyajegy szűrésre, milyen időközönként érdemes megnézni? Évente mindenféleképpen. Uh-huh. Aztán, hogyha probléma van, tehát valakinek, úgy látom, akkor azokat én visszahívom 4 hónap múlva ellenőrzés, és ha nem változik, akkor műtét, úgyhogy, de évente egyszer azt javaslom mindenkinek, hát akinek meg nagyon sok van, hát azoknak meg kötelező, és ez megint személyre szabott, hogy esetleg valamit jobban kell figyelni, vagy nem. Olyan is van, hogy jönnek új anyajegyek a testen? Van. Ó, és ez mitől van? Vagy mi lehet, ami... Napfény, környezeti ártalmak van. Uh-huh. Van, tehát, és éppen az, hogy fotózzuk, tehát a fotodokumentáció alapján látható, itt nem volt anyajegy, és most van anyajegy. Hormonális befolyásolás, pszichés stressz befolyásolja a bőrünk, ugye a legnagyobb érzékszervünk, és a bőr és az idegrendszer azonos őssejtből fejlődik ki. Tehát amikor a két ivarsejt egyesül, akkor, és elkezd osztódni, akkor kialakul a külső, középső, belső csíralemez, és ezekből a külsőből lesz az idegrendszerünk és a bőr, középsőből a belső szerveink, és hát a legbelsőből a támasztószövet, és a melanociták, vagyis a pigmenttartalmú sejtek, nagyon gyakran, tehát nyúlványos sejtek, és hasonlítanak az idegsejtekhez. Ezt szövettani leletekben lehet is látni, mert leírja a szövettanász. És hát pszichés stressz hatására bizony, hogy változik, úgyhogy aki jár rendszeresen,
anyai egy szűrésre, szoktam mondani, hogy átmegyek már Boszorkányba, a Jósasszonyba, mert úgy visszakérdezek, hogy mi történt vele, mit tudom én, 2 évvel ezelőtt, mert akkor sokkal sötétebb volt, több pigment volt, a gépem a számol pigmentrögöket is, és visszakérdezek, és akkor kiderül, hogy hú, szörnyű főnöke volt neki, és de most minden nagyon jó. Akkor volt olyan férfium, aki azt mondta, hogy a fél óra alatt többet beszélt velem, mint a feleségével az elmúlt 3 évben. 3 gyerekkel ott el is váltak. A másik fiú, ezek olyan érdekes esetek, és az ember agyába megmarad. Uh-huh. Szóval, hogy összeáll a kép, és amikor dinasztiák járnak hozzám, tehát van, hogy 5. dinasztia jár hozzám. Sajnos ilyen idős vagyok már. És bizony volt olyan eset, hogy meghalt az anyósa hirtelen, babájuk született, nem aludtak, és egy építőipari cégnek volt a jogásza a fiatalember, aki ma 42 éves, 82-es születés, úgyhogy nagyon megmaradt az agyamba a sztori, és januárban volt nálam, tehát nem voltak sehol napfényes helyen, és hát 4 anyajegyébe találtunk eltérést, és akkor visszahívtam 4 hónap múlva, és minden eltűnt. Úgyhogy igen, persze, tehát azért mondom, és persze az ember ilyet talál, akkor persze arra jobban odafigyelünk és követjük. Nem lehet a gépre tehát teljesen hagyatkozni, mert hát akkor minek az orvos, tehát de kell az orvos szeme és a gép együtt, tehát a gép az segít, alátámasztja, hogy na most erre figyeljél oda. Lezárásként már csak annyi lenne a kérésem, hogy adjon néhány tippet, hogy mi az, amit mindenképpen be kell tartanunk most még a nyár hátralévő részében, és mi az, amit teljesen tiltó listán kell hagynunk. Nagyon fontos most napjainkban ez a hőség, tehát a megfelelő folyadékfogyasztás. Idős embereknél beszűkült vesefunkcióknál, tehát nagyon fontos, hogy ígyunk folyadékot, meg gyerekeknél, tehát kiszáradnak a gyerekek. Nagyon fontos, tehát a fényvédő, a 4 hónapos csecsemőt talán ne vigyük a strandra, mert rajta van egy pelenka, meg egy kalap, és akkor szintén tanúja voltam neki, és anyuka ott sétált a tűző napon a Ramadával, a kisbabával. Szóval úgyhogy ez nagyon fontos, vagy akkor agyon rá, ha nem tudja hova tenni, mert nagyobb gyerek is van, az meg kell a víz, akkor egy kis pólót adjon rá, tehát valami, tehát fényvédelem. És tényleg lehet kapni a gyerekeknek ilyen fényvédőt tartalmazó, tehát ruhákat, meg egyberuhák, hosszújú, tehát ez rendkívül fontos. Ne menjünk 11 és 3 között, amit évek óta mondunk, hogy ne menjünk a tűző napra, árnyékba menjünk, tehát akinek bőrdaganata volt, van, tehát az is csak árnyékba, fényvédőt használjon, öltözzön fel, tehát nem jelenti azt, hogy azért most a 4 fal közé kell bezárkozni. Csak tudatosan. Abszolút tudatosan, és hát az ifjúság nevelése, amit már az óvodába el kéne kezdeni, az nagyon fontos lenne, én úgy gondolom. Most van itt a kerületben egy tűzoltók szervezik tábor, unokám jár oda, és én olyan boldog vagyok, mert oktatják a gyerekeket a tűzvédelemre, hogy az elektromos tüzet nehogy vízzel oltsátok el. Szóval ilyen kellene, ilyen táborok, tehát hogy ezeket a kicsiket már óvodáskorba kellene nevelni, hogy igenis tűzőnapon, egy szálgatjába, ne focizzon a homokba a Balatonparton, nem elég, ha csak egy sapkát vesz fel magára, meg kenje be magát a tinédzser, de hát szóval mondani kell, nagyon-nagyon sokszor mondani kell. Hát van még munkánk, az minden. Van. Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy eljött és beszélgettünk, és hát remélem, hogy minél többen tartják be a szabályokat. Én is bízom benne, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és még egyet nem mondtam, hogy a fürdőzések után, tehát a testápoló, hogy a lipidfilm, amit leszedünk a bőr felső rétegéről, most ott is kutatják a mikrobiomot, az összetételét a lipidfilmnek, tehát hogy kenjük, testápolókat is használjunk, jó? Ez nagyon fontos. Nagyon szépen köszönjük a tippeket. Köszönöm.